van szó, Muzulmánország. Gratulálok Attilára, kiváló játékot ismertük meg. Sajnálom, hogy most ma este is 21 jelentkező közül kerül ki az az egy, aki ha szerencsés elviheti akár az 50 milliós fődíjat is. A játékmester Gundel Takács Gábor. Köszöntök mindenkit, ismét hétfő este van, ismét áll az alka egészen péntekig, minden nap. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek dr. Fekete Tamást, aki Karinti után nagyon szabadon ezen a héten fogja jegyezni a közt. Tamás, remélem egy nagyon hosszú és nagyon kemény felkészülésen van túl. Abszolút. Igen, erre szükség lesz, mert itt mindenkinek van valami teóriája, hogy mi, hol van, miben, mi van, rengeteg a TV információ, és nagyon nem mindegy, hogy mi lesz feljegyezve. Ugyanis Tamás hitelesítette, hogy melyik táskában mi van, de lehet, hogy még őt is sikerül összezavarni, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok erre a hétre. Köszönöm szépen, vágjunk bele! Ez az a játék, amiben nem csak egy valakit a stúdióban gazdagodhat meg, hanem önök közül is egy valaki odahaza. A ma esti kérdésünk így szól. Mi az omlett alapanyaga? Egyes, tojás, kettes, burgonya. Ez a kérdés, itt többen felhördültek, és már is megválaszolták magukban a kérdést. Önök viszont ezt telefonon és SMS-ben is megtehetik ugyanarra a számra. Ha telefonon játszanak, akkor nyomogom segítségével válasszák ki az egyes vagy a kettes alternatívát. Hogyha SMS-ben játszanak, akkor pedig egész egyszerűen csak küldjenek el egy egyest vagy kettest, nem kell semmi mást mellé beírni. Mint ahogy hallották már itt a kommentárokból, 21 játékosunk ezúttal is van itt a stúdióban. Jó néhányuk már régi ismerősünk, akivel pedig ezen az estén először találkozunk, az Éva, akinek sok sikert kívánok a játékhoz. Mindössze egyetlen egy kérdéssel döntjük el, hogy a 21-ből ki lesz az az egy, aki játszik az 50 millió forintért. Úgyhogy figyelem, hölgyeim és uraim, koncentráció, íme a ma esti kérdés. Kinek a kabaré tréfájában volt főszereplő az NDK Turmix gép? Egyes, Hofi Géza, kettes, Gálvölgyi János, hármas, Kern András. Hát a legelképettebb arcot Bogi vágta, de neki megbocsátjuk, mert még csak 18 éves, és ez még az ő születés előtt történt. Ez volt az a kabaré tréfa, amiben egy csomóan telefonáltak, és a telefonközpont még az Átkosban összekötötte őket. Volt, aki a New Yorki pontos időt szerette volna, volt, akinek a szeretője lefolyt a lefolyóban, volt, aki pedig mindenáron érdeklődött, hogy az NDK Turmix gép a levehető ajtós megérkezette, és ezt a sok-sok szerepet mind egy ember játszotta, ő pedig Kern András. Tehát a hármas gombot kellett kiválasztani. Nos, az első információ, amit meg fogunk tudni, hogy hány jó válasz érkezett összesen. Ez ugyebár azért fontos, mert a Joker táskába jó válaszonként 100 000 forintot teszünk bele. Íme. 9-en választották Kern Andrást. Pedig ez egy klasszikus, mindez azt jelenti, hogy a Joker táskába ezen az estén 900 000 forint kerül. Mindössze teszem hozzá, hiszen például a legutóbb 1 700 000 forint volt bennem, de se baj. Viszont lássuk, hogy kik voltak azok, akik tudták, hogy Kern Andráshoz kötődik ez a tréfa. Őket zölddel jelöljük, a számítógép pedig közülük kiválaszt egyet, aki játszhat, ő pedig Gáti Edi. Teljesen jó. Editen már kiskorában megmutatkozott, hogy bevállalós, vidám személyiség. Végzettsége szakács. Azt állítja, kimondott hobbija nincs, de amint az látható, soha nem unatkozik. Nagyon szereti az állatokat, nyereményéből biztosan benne egy új Rottweiler kutyakölyköt is. Eddig fel se tűnt, hogy Editnek van lába. Kettő. És nagyon jó, sose volt még eltörve. De marha nehéz egy ilyen bársziken, egy ilyen miniszoknyában jól ülni, nem?
Hát sehogy nem jó, sehogy nem de jó. Hát ma megpróbálok viselkedni. Na most, hölgyeim és uraim, az a helyzet, hogy Editet kiragadta a sors a pokol fenekéről, mert ugye azt már megállapítottuk, hogy Leventével karöltve ott ilyen kéngőzős dolgok zajlanak, Edit ugyanis okkultizmusban hívő és azt gyakorló ember, így van. Igen. Igen. Na most ráadásul úgy alakult, hogy Leventénél van a 13-as, Editnél az 1-es, és mellette Zsófián a 3-as, ami szintén 13. Ráadásul Zsófia behozott a közösbe egy konkrét ördögöt, amire, mivel ő versenytáncos, egy rahedli ilyen kis cipőt akasztott föl, de ez maga az ördög. De hogy teljesen ne kárhozzanak el, ezért Pali, akinél a 21-es van, egy kis Mária szoborral érkezett, hogy ezzel élesen elhatárolja magát a pokoltól. Tehát, ez itt a pokol, ez itt a mennyország, ő Pali, és itt van az ő angyalkája, Andrea. Ez az alaphelyzet, amiből ma indul. Kálmánnak meg úgy látom egyelőre identitás zavara van. Na mindegy, ezt majd feldolgozzuk közbe. Jó, na. Drága Edi, nézzük, hogy a 21 táskánkban ezúttal mi lapul. Ugye az összegeket tudjuk, 1 forinttól 50 millió forintig ezúttal is, de jelenleg is van 3 táskánk, amiben valamilyen kis tárgynyeremény található. Az egyikben például 1 és 1000 forint között egy homokóra leledz. Az jó valami varázslásra? Nem, az az időt méri. Nem. 1000 és 25000 között sportszerek vannak. Lusta darab vagyok. Akkor ez olyan, biztos, hogy a jobb sportszerem két gombbal kell irányítani, és mindenféle fickók futkároznak. És van egy DVD csomagunk is, 25000 és 75000 között. Az attól függ, hogy milyen filmek vannak rajta, ugye? Hát, ajándéknak jó az. Zombis, az jó. Horrorfilmeket horroros, szeretem, igen. Horroros, vérfolyós. Igen. Zombis. Vagy mese. Ez a két véglet. Hát másik is mese, nem? Hát úgy más egy kicsit. Na jó. Vágjunk bele! Az első feladat az, hogy kiválasszunk 5 táskát, aztán majd meglátjuk, hogy remélem itt van már az igazgató, nem beszéltem volna. Jó? Tehát 5 táskát. Jó. Melyik az első? A 20-as. Kálmán szeretném, ha kinyitnád a táskádat. Rögtön megtudjuk Kálmáról. Úgy lesz. Mi lakozik ott? Letépte. 300 ezer. Kálmár inkább a Mennyországhoz csatolható e tekintetben. Legyen a 8-as, a második táska. 8. Adrián. Adrián, aki visszahozta kutyáját, de most... Be van sértődve. Ja, a kutya van megsértődve? Amikor a múltkor rossz helyre pisilt, azok után ilyen megsértődve. Hát azért kapott is, azért. Ja, azt értem. Ja, hát azt úgy értem. Isten legyen velünk. Pokolba azt énekelik, hogy Mamma Mia? Na, hát nem hiszem. Én vidám hely, meleg van. Így van, ott vannak a haverok. Tehát összemelegednek az simán. Emberek. Kész, igen. Minden érdekes ember ott van, nem? Na, még kell nyitni 3-at. Jó. A 6-os táskát szeretném. Oké. Okay. Móni. Móni. Hát, imádom. Nézzük meg a 14-est is. Mi szakácsok tartsunk össze. Így ez igaz. Képen. Ez most szíven ütött engem is. Beszédem van vele, Pisti. Hát, nyomatékosan szeretnének megkérni. És megkérem közjegyzőnket, hogy ezt vegye bele a jegyzőkönyvbe. Soha. De soha többet ne tippelgess. Rendben. Érted? Igen. Igen.
De nem olyan szörnyű a helyzet. A helyzet kimondottan jó. Megszabadultunk két nagy gondtól. A 10 milliótól meg az 50 milliótól. De azt tudom, hogy így is úgy is dolgoznom kell, tehát nyugdíjba rögtön nem mehetek el ennyi idősen. Odaadom a homokórát, menjünk haza. Hát... Azt azért ne. Azért azt ne. Azt veszek inkább magamnak egy homokórát. Ez az, így kell felfogni a dolgokat. Hát, ha följutunk a purgatóriumig egyszer. Még egy! 12-es táska. Hűha. Remélem, jó nyeremény van benne. Mi is remény? Ne reménykedj is. Az mehet a reszli. 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 Apró pénz. Na, apró szorgos munkával megszabadultunk egy csomó pénztől. Most hát, nem tudom. Remélem, hogy elromlott a telefon. Nem romlott. Ez rá kell készüljek. Halló. Köszönöm a jóságát, igazgató úr. 190. 7100. Aha. Euróban mondta, vagy forintban? Tehát... Hogy is mondta? Forintban mondta. Amúgy sem megy a matek, tehát annyira nem értem. Szerintem játszunk tovább, nem áll az alkú. Nem áll az alkú. Jó. 3 táskát fogunk nyitni. Jó. Elkezdjük? Igen. Kezdjük. Szilvi, a 4-es táskát szeretném, ha kinyitnád. Oké. Okay. Szívesen kinyitom, miután a 20 millió még bent van, a pezsgő pedig be van hűtve, és ha akarod, leveszem neked azt a kupát, mert úgyis csak én érem el. Oké? Okay? Jó, hát ígyunk te abba a pezsgőt. Ne előre, ne előre. Oké, jól könyörgöm, ne utána. Kényszázezer! Jó! Lehet inni! Zsákolj, Szilvi! Jaj! Megvan! Jó. Elérted? Köszi! De ezt hagyom. Kösz, Kálmán, hogy védőhálóként ott feszültél a Szilvi alatt. Mindenképpen. Rám lehet számítani. Kösz. Fogunk is. Na! Én 2. Legyen a 2-es. Hol a 2-es? 2-es táska. Klári! Éreztem, hogy ezt fogod választani, a párosokat lövöldözött ki. Nem figyelem. Nem? Nem, zsigerből csinálom. Jó, akkor nyitom. Hatszáll! Na még egy. Most össze, az a baj, hogy most a Klári rájött erre a páros szám dologra. Nem figyelek. Nem, de most már figyelni fogsz rá, nem? Nem, mert a 13-as táskát szeretném kérni. Levi! Ne kommentáld, nyisd jó, ki. Nyitom. Leventes egy erős kommentáló egyébként, már rájöttük itt az elmúlt napok alatt. 25.000! Jó! Na, ez a kör sokkal jobban sikerült, mert csupa számunkra elhanyagolható összeget nyitottunk ki, úgyhogy bent tartottuk a 6 milliót meg a 20 milliót, ami most azért az első számú célkitűzésünk, és bent van még egy 1 milliós, meg egy 1,5 milliós összeg is, úgyhogy jól láttad, Edith, hogy azért nem a kétségbejtő a helyzet. Lehetne jobb is, de nem olyan rossz. Hát mindig annak kell örülni, ami van. Ez teljesen így van. Most például annak fogunk örülni, amit mond. Igen, igazgató? Javult a tendencia, ez kétségtelen. Örül ennek? Mi történt a hétvégén? Nagyon jó hétvégéje volt. Elutazott a felesége. Mondja már meg neki, hogy utazgasson többet, meg mindenki jobban jár. Jó. 400 000. Nem. Nem, hát abból szeretném majd elvinni a kezdőcsapatot egy vacsorára, és abból nem fussa. 400 000-ből? Igen, az, mert az csak a fele. Jó ropi büfé? Nem. Nem? Nem. Akkor nem áll az alkú? Nem áll az alkú. Nem áll az alkú.
Na, akkor megint három. 18-as. Itt Andrea, aki még sose volt jelentős összeg. Most lesz. Egyszer volt 10 millió is. Igen? Nem, most csak 1 millió. Jó, az még belefér, az belefér még sárga. Még. Az még sárga. Szűzkéz. Már olyan tekintetben, hogy nyilván most van itt először. Igen, ezt értettem. Jó van, láttam, hogy itt... Jó, legyen a tízes. Legyen a tízes. Legyen a tízes. Na Éva, életében először. Teljes csendet kérem most. Ebben valami nagy dolog van. De nem nyílik ki. Sportszerek, lehet, hogy azért. Sportszerek? Van benne egy fekvő. Bogzsák. Nincsák? Bogzsák? Mi történt? Jó, 750 ezer. Jó. Nagyon fontos az első nyitás, Éva, mert a többiek ilyenkor veszik be az embert a csapatba, és aki rögtön bekopogtat egy 20 millával, az nehezen tud szimpatikussá válni, de ez most sikerült. Jó. Na, még egy. Na, nézzük meg Máriát. A 21-es táskával. Pali, nyisd ki nekem, légy szíves. Mária! Ja, bocs. Na, meglátjuk az égiek, hogyan tűrik az okkult. És hogy váltok-e? Van még időd. Az idő nekünk dolgozik. Igen. Magyarország is jó hely ezek szerint. Kirúgnának onnan. Jó, nagyszerűen sikerült ez a kör. Kinyitottunk megint hármat, ugye? Igen. Homokórával megfejeltük. Ja, Istenem, akkor tovább beszéljük ezt a hétvége projektet az igazgató úrral. Haló? Föl, hát nehogy izgulunk, csak várjuk a jó híreket. Meg szeretek magával beszélni most, hogy ilyen jó kedve volt a hétvégét követően. Miért nem? Miért nem akar velem? Eddig tartott a hétvégéje? Akkor ez nem hosszú hétvége volt. Azt mondtam neki, hogy szeretek magával beszélni. Én meg nem szeretek magával beszélni, 600 ezer viszlát. 600 ezerért nem áll az alkú. Nehogy szóz. Nehogy ne. Amikor van még mit eltapsolni? Simán. A sportszerekre gondoltam. Hát majd akkor lehet, hogy egy hosszabb hétvégéje lesz. Aha. Az igazgatónak, mert elküldöm neki a sportszereket. Jól van. És önök odahaza, hogy látják a helyzetet? Mert hogy ugye bár közösségjátékú nyertese a felét nyeri annak, amit Edith itt most sikerül ki boszorkánykodni az igazgatóról. Úgyhogy játszanak továbbra is, akár telefonon, akár SMS-ben, és izgatottan várják, hogy mennyit fog nyerni Edith. 20 millió még bent van, úgyhogy akár még 10 millió forint is lehet a nyeremény. És ahogy Edith elnézem, ez teljesen optimista elképzelés. Így van? Bízzunk benne. Na jó. A hetes táskát szeretném. Hát, amit eddig mondtam, az nem jött be. Úgyhogy, ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Azt csinálja, már eddig is azt csináltam. Jó. 400. Ötös. Ötös, tatyó. Andrea angyal. Lássuk. Joker, még direkt mászni, hogy csak 200 ezer, vagy 900 ezer volt benne. Még egy. Tibi bácsi is ott van. Bogi. Tibi bácsi. Mesterszám. 11-es. A múlt héten. Idáig lehet, hogy nem volt jó kézben ez a mesterszám. Én Tibi bácsiban bízom. Itt a mester és itt a szám.
De ha nagyon akarod, kinyitom. Nagyon akarom. Kezd a gyanúm lenni egyébként, hogy az igazi okkultista az a Tibi bácsi. Itt a mester, ott a szám. Ez ennyi. Ennyi. Ha választanom kell majd egyszer okkultista tanfolyamot, akkor most lehet, hogy a Tibi bácsinál fog befizetni. Jó, rendben. Nagyon helyes. Azért még megvárjuk, hogy mi lesz a vége. Jó, de a Tibi bácsi jó kis okkultista. Halló? Halló? Mit szeretnénk? Bocsánat, nem hallom, igazgató. Hát maga hívott minket, ne azt kérdezgesse, hogy mi mit szeretnénk tudni. Hát fölhívott minket, hogy mi mit akar mondani, igazgató. Mi most itt okkultizmusban vagyunk benne. Érdekli? Megtetszett neki az egyes. És akkor 4 millió. Micsoda? Akkor 4 millió. 4 milliót mondott? Hát nem. Most, hogy utána gondolok. Tibi bácsi szerint mennyit mondott? Ahogy ismerem én azt a bankigazgatót, szerintem 500 000-nál nem mondhatott többet. Ki az, aki szerint többet mondott, mint 500 000? Mennyit? Kettő? Hol lesz? Annyit nem. Még nem ismeri, még új, teljes, új. De hát tudjuk, hogy újodsz versenyző. Egy millió? Egy millió kettőt mondok. Azon gondolkozom, hogy szokott a... Egy millió kettőt? Egy maradok millió. Marad a millió? Uh-huh. Ecserélem az igazgatót. Fölhívom és lecserélem. Úgy is hajlok. Mert... Mónika annyival szimpatikusabb például, vagy Ilona, és tulajdonképpen ő is 1 milliót mondott, de akkor miért ne Mónika legyen az igazgató, vagy Ilona, ne? Igen. Éva? Igen. Csak mondom, 2 milliót akkor mondott volna, hogyha komplett ukrán és az orosz maffia fenyegeti hátulról, de akkor is csak iszonyatos fájdalmak árán. 1 millió. Nem áll az alkú. Nem áll az alkú. Jó. A helyzet komolyra fordult. Ugyanis 7 táskák van, nem áll az alkú. Tehát nem adtuk el 1 milliót, nem tér a tatyó. És még mindig 3-at kell nyitni. Jó hírem, ezen forintnál kevesebbet már nem lehet nyerni. Abból egy jó kis büfében... Hát, ne részletezz. 3. Bogi, 9-es táska. Remegő kezekkel, de kinyitom. Bogi baby, ahogy most rá van. Bogi baby, igen. Ott is van egy szelet kemény ország. De most az ördögöt kérjük meg, Zsófit, hogy nyissa ki a táskát. Hát remélem pont nem. Pont az ördögöt, amikor... Egyszer mindent ki kell nyitni, és pakol. Akkor nyitom. Látod, az ott az ernyő, az vagyok én. Az a végtelen eső esett,
nyár elején. És a felépők nem futtak el. Sajnál. De nincs semmi baj. Nem hozott szerencsét. Csak én vetti egyet, azt se üttem. De ott igazából egy szép napon. De van meg bent 7,5 millió forint. Az benn van. Az ott az erdő, úgy kezdte a dalt. Hát, mégiscsak okkultista vagyok én is. Mindenki az. Mindenki az? Most már rájött. És még egyet meg ki kéne nyitni. A 17-est. Na, Ilona optimistán, szépen fiatalosan. Csapjunk bele. Ez a... Ez jelent valami jó hír. Kicsit aggódok a sportszerek miatt, mert mióta betettünk ilyen... Na, ezért. Tudti, mert lusta vagyok. Eddig 5-ször játszottunk, és mióta betettük ezeket a tárnyereményeket, az 5-ből 2-szer tárnyeremény, a DVD lejátszó, meg 20 a bérlet. De egyébként ez sorszerű lenne sportszereket nyerni, hogyha valaki lusta, ne? Van egy szép nap. Akkor nem lenne. Akkor nem? Nem. Hát akkor hallgassuk meg az ajánlatot. Nem, de? Csak nem ajánlom egy dupla sportszer szettet. Igen, igazgató úr. Elvette a kedvét. Én az övét? Uh-huh. Mivel? Ez az egész történet. Azt mondta, hogy nincs kedve dolgozni. Akkor adjon 2 milliót, és nem hívogatjuk ma már többet. Szerintem ez korrekt. Uh-huh. Mert nekem sincs kedvem sportolni. Az a baj, ezt próbálom megértetni mindenkivel, Évával is. Most figyelj, mert most egy kis igazgató lélektan következik. Tehát az a probléma, hogy Éva úgy látja a helyzetet, hogy a 2 millió forint az korrekt. Ebből mi következik? Hogy nyilván kevesebbet ad a bankigazgató. Mennyivel? Mennyivel, Monika? A felét. Hát... De az csak a negyede. Minek? Hát mert még az SMS játékos is van. Hadd hívja fel az önök figyelmét arra, hogy még egy percig lehet játszani. SMS, illetőleg telefonos játék, mert a kettő ugyanaz. A kérdés ugyanaz, a telefonszám ugyanaz, csak SMS-ben, illetőleg telefonon is játszom. Ez tehát az utolsó perc. A nagyon nagy kérdés, hogy mennyi lesz a nyeremény, ugyanis Edith nyereményének a fele. És erre mondta Edith azt, hogy az a negyede. Az ajánlat tehát, ahogy azt Mónika kiválóan megjegyezte, 1 millió forint. Az a baj, hogy csábító, mert ma már nem nagyon hiszek a szerencsémben, de az viszont most kevés. Most csak kettőt kell nyitni. Kettőt. Igen, csak kevés. Ahogy a társaságot ismerem, egy vacsorához az nagyon kevés. Pali és Kálmán például fogyózik. Ők biztos, hogy nem esznek semmit. Akkor nem fognak. Pisti nem fogyózik. Életében nem fogyózott. Áll az alkú? Vagy nem áll az alkú? Nem áll az alkú. Nem áll az alkú. Valaminek csak ki kell sülni ebből az okkultista dologból, ne? Maximum szétosztom köztetek a sportszereket. Na, figyelem. 4 táskánk van. Van egy sportszeres, egy 100 000 forintos, egy 1,5 millió forintos, és egy 6 millió forintos. Azért, ha ebben van a 6 millió forint, akkor fogunk örülni. Ők is marad is. Ők már vezetik a jó híreket. Kettőt kell nyitni. Edith.
van a 19. Legyen a 16-os. Legyen a 16-os. Gergely a szél. Nagyon drukkolok. Bízom benne. Másfél. Taps erőssége az pontosan tükrözte a helyzetet. Mégsem nyitottuk ki a 6 millió. Házi bulin, te mosogatsz, mert úgy látom, ebből csak az lesz. Van mosogatógépem. Nem, kézzel, büntetésben vagy. Eddig is optimisták voltunk, fogjuk fel úgy, hogy a 6 milliót bent tartotta nekünk, nem? Jó. Hát akkor annak itt kell. 15-ös, a kis utált macskával, vagy János, a kis szépatikus mosolyával. Csillogó szemeivel, igen. Akkor nyisd ki. A 19-es. Nyisson ki. Igen, sok a duma. Na ez a sorsszerűség, Edith. Igen. Ez a sorsszerűség. 6 milla, vagy sportszerek. És ha most azt fogja ajánlani, hogy csere... Pedig azt fogja, akkor teknős levest teszem vacsorára. Legyen föl, Edith. Tudja mit? Legyen föl. Halló? Tengermély tiszteletem. Igen. Hú, köszönöm szépen, igazgató úr. Szerettek az egyiptomiak sportolni? Hát bocsánat. Hát mit ő mondott az ő szájával? Nem magánügy? A telefonbeszélgetés? Ki? Hát senki nem hall semmit sem. Azért kérdeztem most. De mit mondott? Cserélhetünk táskát. Mit érzel? Mi van a táskádban? Na most az a nagy problémám, hogy semmit. Én is így vagyok. Viszont a macskákat nem szeretem. De oda hogyha... Igen. Oda vigye? Nem, köszönöm. De ez hogyha... nem olyan macska. Ez izé... Fa macska. Feliratok vannak. Nem, ez valami kő, ugye? Nem, ez speciális halcsont. Speciális halcsont. Szerencsét hozó. Igen. Milyen macska ez? És egy ureusz kígyó van a nyakában. Még jobb. Kígyókat sem szeretem, és a halat sem. De gyere ide, nézd meg, fogd meg, szaglászd. Hozd a tiédet is. Hozzam az enyémet is. Hozd a szütyőt. 1-es, 15-ös. Igen. A 2 együtt 16, az pedig számisztikailag 7, és akkor már igen. A szerencse. Akkor viszem mind a két táskát. És akkor 6 millió is van, és sportszerem is van. Jó. A népharag azt kiáltja, hogy cserél. Edith, inkább rájuk haragudj, mint ránk. Igen. Vagy magamra. Viszem a sajátomat. Még nincs hitás. Nincs hitás, mert telefon van. Igen. Vegyem fel. Aha. Halló? Nem cseréltem, nem állt az alkú, igazgató úr. Jó, hogy megveszi tőlem. Üzletelünk? Jó. Nem lehetne egy kicsit még feljebb? Mert hogy azt kettővel osztani az alsó számot. Köszönöm szépen. Akkor ez az utolsó? A 3 millió. Köszönöm. Azt mondta, hogy 3 millió? Nem, 2,5 mondott csak. Nagyon értéktelen lehet az a sportszer. Azt mondta, hogy 2,5 millió. Uh-huh. Igen. Vagy a biztos 2,5 millió,
Örülök egyébként, hogy nem évettem föl, mert nekem kevesebben volt. Tehát vagy a biztos 2,5 millió, vagy megkockáztatjuk, hogy 6 millió forint helyett csak a szívből utált sportszereket sikerül. Őszintén megmondom, hogy sportszerrel semmiféleképpen nem állítok haza, mert otthon sem nagyon veszik hasznát. A 6 milliót, most ha ezt kinyitom és ebben sportszer van, én szívrohamot kapok. Ha 6 millió, akkor kevésbé, mert viszek haza valamit és marad is. A szitában van az ajándék, és akkor elrepül a galamb, magyar népmesék, és akkor viszont áll az alkó és elfogadom a 2,5 millió forintot. Elit elfogadta a 2,5 millió. Hölgyeim és uraim, Edith 2,5 millió forintot nyert, amiből 1 250 000 forint őt illet, és 1 250 000 forint pedig önök közül valakit, akik részt vettek a közönség játékunkban. A nagy kérdés csak az, hogy ez egy jó döntés volt, ahhoz képest, ami lehetett volna, vagy egy rossz döntés. Mindenképpen jó döntés, mert a sajátom. Ez okkultista volt megint. Nem, ez én voltam. Ez általános bölcsesség. ez általános bölcsesség volt. Akkor tímeát megkérem, hogy nyissa ki a 15-ös táskát. Cserélhetünk volna a sportszer. Itt mi van? Sportszerek, hölgyeim és uraim! Edith táskájában sportszerek vannak. És hogy csak egy picit hozzátehessek én is az élet bölcsességéhez, ez elől nem lehet elmenekülni. Ez előbb-utóbb utol fogja érni Edithet. Gratulálok a játékhoz, gratulálok a nyereményhez, el lehet vegyülni a többiek között. Hölgyeim és uraim! Edith végül is ugyan nem cserélt, de jól döntött, hogy elfogadta az alkupozíciót, és így az ő nyereménye 1 millió 250 ezer forint, mint a gyönök közül is valakinek a nyereménye 1 millió 250 ezer forint. Kié, az néhány perc múlva a reklámblokk végén kiderül, addig még mindenképpen maradjanak velük, aztán utána. Nagyon bacsiszték. Játékosnak jelentkezhet az alábbi telefonszámon. Vivier Hét, műsor és magazin. 1 250 000 forint, és egy játékos, akinek a nevét itt láthatják alatt, a nyereménye szintén 1 250 000 forint. Remélem, hogy jól érezték magukat, és holnap este ismét itt lesznek velünk együtt. Minden jót kívánok! Áll az alkú! Holnap este a TV2-n! Férfi, aki nagyon babonás, de főleg szeret bulizni. Bulizni. És legfőképpen bulizni. És hogy milyen egy vizsgázott balek? Már is megtudhatjuk. Gratulálok, Gábor! Hát Gábor, azt tudom kívánni, hogy fogd a pénzt és fuss!